Az előadás címét azt Judikó tiszteletes asszony adta meg, nem én találtam ki, és törtem a fejemet, hogy tudok megfelelni. De hát hiába töröm a fejemet, én mindig ugyanarról beszélek csak. De azt fontosnak tartom. Igen, magyarnak lenni lehetőség. Ugyanis közülünk sokan lesznek apák, anyák és a többi. Az önmagában az nem jelent sokat. Aki elérkezik oda, hogy anya legyen, annak meg kell felelni ennek a hivatásnak. Magyarnak lenni is lehetőség. Rajtam áll, hogy magyar leszek-e vagy sem. Mert az, hogy ide születtem, az még nem jelent semmit sem. És a magyar történelem éppen erről szól. A magyar történelem tanulmányozása, és itt hadd tegyek egy kis kitérőt, volt egy hungarológiai kongresszus, ahol azt mertem állítani, de meggyőződésből, hogy mi 400-500 év óta a magyar nemzet történetét tanítjuk és írjuk különböző kézikönyvekben és tankönyvekben és egyebek. Ez nem a magyar nép története, ez a magyar nemzet története. Annak a nemzetnek, annak a rendi nemzetnek, aminek a létéről először tulajdonképpen világosan csak egy-két történész mert írni, és merte kimondani azt, hogy a 13.-14. században az Árpádház bukásával egy időben egy szűk felső réteg, rendi Magyarországot kisajátítják, és a rendi nemzetet emlegetik, amiből kizárták a népet. Verbőc jól megfogalmazza később, sok minden esemény után, hogy a honfoglaló magyarok utódai a magyar nemesek, a köznép, a jobbágy, az az itt talált, meghódított, rabszolgaságra vetett idegen népek fiai, akiket Kálmán király fölszabadított, és akkor attól kezdve már nem rabszolgák, hanem jobbágyuk. Kitagadták a népet a nemzetből. És ez nagyon jellemző a magyar történelemre. Külföldiek a magyar történelemről írtak, ezt említik, hogy itt óriási ellentét van egy vezető réteg és a nép között. Németh László fogalmazza meg, éppen erről beszéltem a múlt Harkányi Szabad Egyetemen egy tanulmányával 1940-ben jelent meg, és azt írja benne, és ez az előadás egy kicsit ide, ehhez kapcsolódik, hogy ő iridli a szerbeket, mert a szerbeknek a legkisebb falujában is, ha ünnep van, akkor még a 40-es években, ez szokás lehetett, a szerb fejedelmekről, hősökről, énekelnek még a legkisebb faluba hősénekeket. De nálunk ilyesmi nincs. Az egész elmúlt 400 év történetét megéneklik a falvakban tisztelettel a hősöknek. Ehelyett nálunk ez nincsen. Mi van helyette? A betyárnóták. És ki a betyár? Aki egyedül szembeszáll az egész világgal, megküzd a hatalmasokkal, a gazdagokkal, és természetesen akasztófán végzi. Az, hogy a betyár nótáknak ilyen nagy keletje volt a magyar népköltészetben, ebben benn van ez a keserűség, hogy a köznép, a kisemmizett, jobbágyát tett, kizsákmányolt, és a többi, sorolhatná, hogy a birtokképtelen, örökös szolgaságra van ítélve, és így tovább, és így tovább. És ezzel nem sokat enyhítettek az elmúlt századokban. A magyar népköltészet gyűjtése azért indul meg, annak idején a reformkorban, ahogy Arany és Petőfi is megfogalmazza, hogyha a költészete után megbecsüljük ezt a népet, akkor talán eljutunk odáig, hogy polgárilag is nemzettársnak és velünk együtt élő nemzet részének tekintjük őket, mert nem annak tekintették.
Ez sokáig egyoldalú szerelem volt, mert mikor az ország nagy bajba volt, és az a urai elárulták ezt az országot, akkor Hunyadinak volt akkor a bátorsága, hogy a parasztokat vitte harcba. És megverték akkori világnak a legnagyobb hadseregét, II. Mohamed szultán hadseregét Nándorfehérvárnál, melyet francia és német tüzérek támogattak. Nem Hunyadit, a törököt. Nesze neked, európai keresztény összefogás, mind a mai napig. Gondoljunk csak 56-ra. Mai előadásomban szeretném röviden összefoglalni azt a torzképet, ami nehézé teszi a magyarságunkat. És hozzátenni a valóságot, a tényeket, ami büszkeséggel tölthet el minket. És megkönnyíti, hogy elvállaljuk a magyarságunkat. Biztos egy részét már elmondtam, de annyira ez érdekel, annyira bánt, hogy olyan ferdén, olyan részlegesen ismerjük csak a magyar történelmet, az urak történelmét, és belőle kimarad az, ami megtartotta ezt az országot, az urak árulásával szemben is sokszor, arról nincs szó. Persze nem általánosítok. Azért vannak nekünk Zrínyink, Széchenyeink, Petőfink, Arany Jánosaink is, akik fölismerik ezt az összetartozást, és ezért harcolnak, ezért küzdenek. És ezek egész a kezdetetig visszamenőleg, bizony kicsit én kijavítanám a történelemkönyveket. Az első talán, amit, amivel kezdeném, az, hogy Szent Istvánt úgy tiszteljük, hogy óriási zseni volt, mert belátta, hogy ha keresztények nem leszünk, akkor és pogányok maradunk, akkor ez az Európa minket el fog pusztítani, összefognak és eltörölnek minket innen. Ezért, ha kell, erőszakkal is meg kell keresztelkedni, hogy mi keresztények legyünk, és akkor nem leszünk, hogy így mondjam, a fekete bárányok Európában. És ezért ez zseniális, ez fölismeri és végrehajtja kemény kézzel. És ezzel szemben a tények, amik hiányoznak a történelemkönyvekből, de annak idején ezt beszéltem erről László Gyulával, a híres régészről, aki honfoglalásra foglalkozott, Györfi Györgyről, aki gyönyörű munkát írt, nem ilyen értelemben, Szent Istvánról. És akkor röviden ezt kell csak elmondanom, hogyha mi itt a kereszténységét, az itt meghódított szláv egyéb népektől tanultuk volna meg, akkor a kereszténység szavai azok mind abból a nyelvből lennének, amiből mi megtanultuk a kereszténységet. De a kereszténység alapszókincse az magyar. Nem latin, nem szláv, nem germán, nem német. Üdvösség, áldás, Isten, gyónás, bűn, kegyelem, és így tovább sorolhatnám, ezek mind ős magyar szavak. És még 1995-ben nyílt a Pesti Nemzeti Múzeumban egy kiállításra a honfoglalás kori sírokról, és a nem tudom, kiállított 12-13 sírból, amiben bontatlanul volt meg az anyag, a többségében 7-ben vagy 8-ban keresztek voltak. A honfoglaláskor, tehát 150 évvel még Szent István előtt. Keresztek. Sírban. És amíg a többi népeknek a térítése Európában mindig nagy áldozatokkal, vértanúsággal járt, erről nem tudunk itten. A történészek kiterítették, hogy Koppány sem volt pogány. Egy trónkövetelő volt, aki vissza akart térni sok minden régihez, ami már akkor nem lett volna jó az országnak. És az a keresztény király, Szent István, a kereszténység bosszúját nem került el, mert már régen keresztény lett az ország, és még mindig jöttek a hódítók. Második Konrád például. De éppen ezek a történetek alapos vizsgálata mutatta meg,
hogy mi tényleg keresztények voltunk. Az a pap, aki elkíséri Konrádot Szent István elleni hadjáratában, miután megmenekül, mert Szent István bekeríti a sereget, kiéhezteti, fegyverletételre kényszeríti, megeteti őket és hazaküldi. És azt írja ez a pap, ez még nem történt meg a világtörténelemben. Egy győztes király legyőzi az betörő ellenséget hazájának a közepén, valahol a Móriárok környékén. Nem végzi ki őket, nem kínozza agyon, megeteti őket és hazaküldi. Ez a pap, aki azért ment, hogy megírja, hogyan győzi le ezt a keletről ide vetődött királyt, az ő királya. És azt írja meg, hogy hogyan bánik el ezzel a sereggel, keresztény módon. És ott utána nyomoztam, és ugyanígy bánik el a lengyelországi hadjáratban Szent István. És gazemberek, vérengzők, elvetemült emberek minden országban vannak, minden időben. A népet nem az jellemzi, mert ilyen emberek, beteg emberek mindenhol vannak. A népet az jellemzi, hogy ezek hatással tudnak lenni a tömegre. Követje őket a többi. Erre is sok példa van európai történelemben, mikor a nagy francia forradalom megdönti a királyságot, akkor ugye élvezik a király családnak és rokonainak a kivégzését, az a nemzeti ünnepüké lesz. Ilyen nálunk nincsen. Ilyen nincsen. Hiába próbálják azt a, egy újvidéki vérengzést beállítani, aminek a te a szemtanújáról még én beszélhettem, egészen másképp történt az, mint ahogy azt itt leírják. És ez a szellemiség, ez annak ellenére, hogy mi a legszéthúzóbb és legpártoskodóbb nép vagyunk Európában, ez is tény, ez a szellemiség a népé. Ez a keresztény szellemiség. Hadd valljam be, hogy ott voltam 3 méterre attól az orosz tanktól, 56-ban, amelyik először kitűzte a magyar zászlót. 1956. október 25-én reggel az Asztóriánál. És kibújt belőle egy orosz, aki már több mint 2 napja étlen szomjan saját piszkában ott be volt zárva. És ott égtek a házak, hevertek a halottak, kirakatokból nem hiányzott semmi, nem rabolták ki, hiszen mindenhol egy forradalom úgy kezdődik, hogy fölforgatják az autókat, betörik a kirakatokat, kirabolják. Nem volt ez is. És egy pofon se csattant. Egy ember igyekezett oda, látszott szinte őrültől, hogy valami hozzátartozó, feküdt ott holtan, hogy ne megragadja. Lefogták. Ez az ember nem jó szántából van itt. Egy pofon sem csattant. Miért nem írjuk meg így ennek a forradalomnak a történetét? Ahol a fölvonuláskor énekelve mentünk. Kossuth nótát énekeltünk, a himnuszt énekeltük. Senkinél nem volt fegyver, senkinél nem volt fegyver. És mégis a történetkönyvben az van, 23-án este a parlament előtt tüntető tömeg nem volt megelégedve Nagy Imre beszédével, föloszlott és megtámadták a rádiót, meg a pártházat, meg a szabad népnek a székházát, stb. Nem igaz. Igen, elmentek a rádióhoz, hogy beolvassák a 12 pontot. Kérték, hogy az akkori szabad nép székházához, én is ott voltam, nyomtassák ki, kérjük. Kilökték az embereket, nem engedték. A rádiónál meg beléjük lőttek. De ott is még előtte elénekeltük a himnuszt. És mikor 56. október 25-én az Asztóriától az emberek fölvonultak a parlamenthez, zászlókkal, a parlament előtt ott volt egy tank, ránk irányította az ágyúját, megtorpant, és egy ilyen eladóköppenyes fiatal lány, egy magyar zászlót fölragadva elénk állt, azt mondta,
Féltek, gyertek utánam, és vitte a zászlót így a torom, orosz tankkal szemben. Nem lőttek. És odaálltunk, és elénekeltük a himnoszt. És közben a kettes vonalán páncélautók érkeztek, nem tankok, páncélautók, gumikerekes, páncéltornyos járművek, körülállták a terepet, és akkor a Földművelési Minisztérium tetejéről elkezdtek lőni. És a nép elkezdett futni széllyel, szalaszéllyel, még szinte még a levegőben volt a himnusz hangja. És akkor ezek a tank, ezek a páncélautók is a fekvő emberekre kezdtek tüzelni. Ez volt az 26-25-e, október 25-e. Azok, akik még egy pofont sem adtak az orosz katonának, megadta magát. A fekvő asszonyok, a gyerekeket, lányokat darabokra lőtték. A forradalom nem vérengzéssel indult. Egy olyan álom volt a magyarok előtt, hogy hát itt ez a nép szólal meg. Hát csak teljesíteni kell a követéset. Nem arról beszélünk, hogy a nép uralom, a nép akarata. Igen. Az egész történelemben számos ilyen példát tudnék fölhozni. A szabadság tisztelő, szabadságot szentnek tartó nép volt ez, de nem bosszus nép volt. Nem bosszú álló, megtorló nép. Nem véletlen, hogy 1569-ben a Tordai Országgyűlés Európában először Európát 200 évvel megelőzően kiirdették a teljes lelkismereti szabadságot. Miért nem ezt tanítják? Európa élén jártunk, a szabadság eszmékben is, és egy olyan törvényt hoztuk, ami azt mondta, hogy mindenki úgy tisztelje az Istent, ahogy akarja. És minden pap úgy beszéljen meggyőződéssel a szószéken, ahogy ő hiszi. Másút pedig fölhetszel tömeg, még az asszonyokat, lányokat, gyerekeket is megöltek, mert hugenotta volt, vagy mit tudom én. Rád sütötték, hogy eretnek. Nem keresztény értékek ezek? A magyarság biztos, hogy nem a Kárpát-medencébe ismerte meg a kereszténységet. Gellért püspöknek az írásait olvasgattam. Sok mindenről írt, több könyvet is írt. Biblia magyarázatok ezek. És az egyikben, amit a Nabukadonozar által elégetett hét ifjúról ír, azt írja, hogy most ilyen idő van nálunk, tehát kitekint az ablakon, mi csanádi püspök, és írja, hogy ilyen idő van, olyan idő van. És nálunk is hát vannak sok minden eltérések a központi akarattól. Fölsorol vagy 25 szektát, vagy ahogy különbözőképpen tisztelik az Istent ariánusoktól kezdve. Mint nálunk is vannak olyanok, akik újra keresztelik azokat, akiket már megkereszteltek. Ennyit mondott polgáriságról. Egy ki se ejti ezt a szót. Igaz, hogy azt tanuljuk, hogy őt a Gelléthegyről letaszították, de 5 vagy 6 püspök volt vele együtt. Miért csak őt? Hát mert egy valami olyan idegen gyűlölet hatalmasodott el Péter uralkodása idején, hogy nem a püspököt taszították le, hanem látták, hogy nem jól beszél magyarul. És valami ilyesmi ott-oda betemedett gazember lelökte. De a király megakadályozta a vérengzéseket, és nem volt bosszúállás. Igen, magyarságunkat igazán megismerve ezekről kéne beszélni. Még az a 10 kötetes, még 1896-ra megjelent magyar nemzet története, az is megemlíti azt, hogy a török világban a török összefogott Habsburgokkal a magyarok ellen. Mikor Zrínyi Pétert kivégzik, Frangepánt és többieket, akkor mozgolódnak a magyarok, és békét akarnak kötni a szomszéd török várral, és átüzennek, hogy most fegyverszünet. Ez a budai pasának föltűnik ez a dolog, így küldi az emberet, és megtudja, hogy a magyarok Habsburgok ellen egy fölkelésre készülnek, ez a későbbi tököli felkelés lesz. Mit csinál a budai pasa?
azonnal gyors futárt küld Bécsbe figyelmeztetni a császárt, hogy a magyarok készülődnek, föl akarnak lázadni. Vasas németeket küldjön Kassára, mert az lesz a fölkelés központja. Mi kitartottunk, nem változtattunk arcvonalat egy másik szövetségbe. Hiába akartak a törökök velünk szövetséget kötni. Ankarába és Isztambulba én is jártam egyszer, és bejelentették, hogy egy magyar meg akarja látogatni a kék mecsetet. És az imám várta lépcsők tetején. Amikor meglátott engem, mondták, az a magyar. Leszaladt széttárt kezekkel, megölelt, a tolmács fordítja. Kedves magyar testvérem, hogy szerettünk volna titeket megszabadítani a Habsburgoktól, de nem sikerült. Igen. De akkor arról is kellene beszélnünk, hogy sok mindent, amit így megtanultunk a történelemben, az miért hamis. Az Alföldet majd úgy tanuljuk, hogy azt a steppe, azért jöttünk ide, mert ahonnan jöttünk, az is steppe volt. De mi gazdálkodásunk nem nomád állattartás volt, ahogy ezt állandóan hirdetik. Az Alföld tele volt apró falvakkal, halastavas, gyümölcsös kertes, apró falvakkal, amit a nagyurak, mi ugye a marhat tenyésztésben egyre nagyobb legelő területet biztosítsanak annak a magyar marhának, amit el lehetett hajtani a Lamáns csatornáig, a legelőkét elpusztítják ezeket a kis falvakat. És akkor IV. Béla rendet akart csinálni az egymással hadat viselő urak között, akkor egy itt járt horvát pap följegyzi, hogy a magyarok várják, magyar urak várják a tatárokat, hogy üssön a fejére ennek a királynak, aki itt erőszakoskodik, nem engedi őket hadat viselni a legelők. És akkor körülhordozzák a véres kardot, akkor nem mennek el. És ezért veszítünk Muhinál. De előzőleg még fölbérelik Frigyest, és az megöli a kun fejedelmet, kötönyt családjával együtt Budán, és akkor a kunok is kivonulnak, rabolva és pusztítva. Addig legszőbb szövetségesei voltak IV. Bélának. És akár melyik veszteségünket nézzük, akár Muhit, akár Mohácsot, akár Világost, vagy Trianont, ha mind számot veszünk azzal a fennmaradt, nem én találom ki, fennmaradt történeti feljegyzésekkel, amit elhallgat a történetírás, akkor én bátran kijelentem most, minket soha le nem győztek. Csak a belső ellentétek, nem összefogás, az egymás gyűlölete, ez vezetett minden tragédiához. Hogy Erdélyben a románok többségre kerültek, 18. századból fönnmaradt leveleket publikált a Berlász Jenő az ő könyvében, máig nem került bele a tankönyvekbe, amiben azt írják a császárnak, hogy Erdély el fog veszni, mert a magyarok elkergetik a magyar jobbágyokat, és románokat hoznak, mert azok gyapjúval fizettek, és abból több pénz van. Ezt Vas Albert a saját őseiről is megírja. Nem rabolták el a románok Erdélyt, a magyar urak kikergették belőle a magyar jobbágyokat. És amikor felosztották a székely havasokat, több mint 100 000 székely vándorol ki. Addig minden székely szabadnak joga volt a havasokat használni, legeltetni az állataikat. És 1871-ben hozzák ezt a törvényt a magyar parlamentbe, hogy nem jó, ez a székely jogot el kell törölni, a havasokat fel kell osztani a birtok nagyság szerint. Akinek lent sok földje van, az kapja meg a havasok nagyobb részét. Olyan kis földje van, az kicsit kapja a havasokból. Ez az arányosítási törvényt végrehajtanak. És az egésznek a költségét ráterhelik a szegény székelyekre, akik eladósodva árverésre kerül a házuk, és egy Sepsi Szentgyörgyi tanárember megírja, melyik faluban mikor árverezik el a házakat, jön a magyar bank, magyar csendőrökkel kipiszkálják a székelyt, az otthonából az rádobja a motyóját a tehenére, és 3-4 gyerekével, 5 gyerekével megy Moldvába. Ekkor lesz Bukarest a második legnagyobb magyar város, az elüldözött székelyek ott találnak munkát. Több mint 150 000 székely lakik akkor Bukarestben, akkor nem lakott még annyi még Szegeden sem. De azok mind elrománosodnak.
csalódnak a nemzetben. A nemzet egység az nincs, ahogy Németh László megfogalmazta. A nemzet az a különböző osztályoknak, rétegeknek az együttműködése, közös ügyben. Magyarországon ez nincs. Az urak csinálják a maguk politikáját is a szegények rovására. Itt is megalakulnak a keresztény szociális eszméket, a Rerum Novarum enciklika szerint a kereszténységnek igazságot kell szolgáltatni, szociális téren is. Magyar püspököket a Habsburgok nevezik ki, nem is engedik felolvasni ezt az enciklikát, ezért nem alakul meg egy keresztény szociális párt Magyarországon, amelyik egész Európában újkort meghatározták, Adenauertől, de Gaulle-ig és de Gasperig. Mi veszítettük el minden mérkőzésünket az összenemfogással. Igen, valahogy így kéne átírni a magyar történelmet. A vízrendezések, egyek, mind a nagy birtok érdekében történnek. És egy csodálatos kultúra maradt ránk, aminek a részletei csodálatra méltóak. Erről már csak röviden eltelt az időm. Mi magyarok összesen talán élően és magyarnak vallóan 15 millióan vagyunk a világon. A Magyar Zenetudományi Intézetben 200-300 ezer népdal van lejegyezve. A németek legalább 5-ször annyian vannak Európában, mint mi. Még talán 10 ezer népdaluk sincs. Mert mi a művészet? A szeretet közvetítése. A kapcsolat, a szeretet kapcsolat az élteti az embert egészségben. Kopp Mária, a híres tudós, mutatja ki a legbetegebb nemzet Európának. Mi vagyunk. Nem azért, mert öröklött betegségeik vannak, hanem azért, mert a társadalmi tőke, az összefogás, a baráti kapcsolatok hiányosak. Magányra vannak. És ez magyarázza azt, hogy a magyarnak sokkal többet kell megküzdeni a tudásért, és ha tudásban a tovább megy, akkor Nobel-díjas lesz. Népességünk arányához képest a legtöbb Nobel-díjast magyarul nép adta. De nézzük akár az olimpikonokat. Ha a magyar ország lélekszámához mérjük az olimpiai győzteseket, akkor messze elsők vagyunk a világon. Ezzel dicsekedhetünk, de ez egy nagyon átkos és nagyon nehéz sorsnak a következménye. Magyarországon mindenki magányos. Minden második házasság fölbomlik. Nincsenek összetartó, egymás segítségében bízó közösségek, ahogy mindenhol Európában. Egy német az legalább ötféle közösség tagja. Horgászszövetség, frontharcos szövetség, helyi, nem tudom, tarokparti közösség, stb. Stb. Mivel azzal dicsekszünk, hogy két magyar, az három párt. Óriási kincs van viszont abban, a szeretet kifejezésének, a művészi megfogalmazásában. És ezért most azért maradt el az én pénteki vagy szombati előadásom, mert ezen a konferencián voltam. Magyarországon még van 9 végvár, ahol az iskolákban tanítják a népművészetet, a táncot, a gyerekjátékot. Ez ellentmond a központi irányításnak, de most beszámoltak. Tatáról, Gödről, Békéscsabáról, Nádudvarról, és bemutatták, hogy a gyerekek milyen lelkesen tanulnak meg táncolni, énekelni, ha csak valaki megtanítsa őket ezekre a játékokra. És akkor érzik az együtt teremtés örömét, ahogy Berzsenyi fogalmazza meg a poétikáról írt munkájában. Ugye a nyelvújítás korában még sok elvont fogalomnak nincs magyar neve. Poézis, költészet, művészet, poézisnek nevezik. A poézis eredete minden más szép és jó dolognak a szeretet. És a szeretetből folyó teremtés. A legnagyobb élvezete az embernek az életben az, ha valamit alkot a teremtőhöz hasonló. Mert együtt énekelés, együtt játszás, az együtt táncozás, az már egy együtt alkotás. Az már egy olyan örömet ad, amit semmi más nem tud adni. Se pénz, se kaja, se milyen élvezet. Ha ezt meg vissza tudjuk tanítani, azzal a óriási
zenei kincsel és játék kincsel, ami meghaladja szinte egész Európáit a zene kutatásban és a tánc kutatásban is. A magyar első helyen van a világon. Mert ahol a legnagyobb szükség van segítségre, ott van a legnagyobb segítség. Csak használni kell. Élni kell a lehetőséggel. Megteremtette a népünk azt a művészi világot, ami páratlanul, a legszebben tudja kifejezni zenében, táncban, játékban a szeretetet. Csak használnunk kell. Csak élnünk kell a lehetőséggel. És ahhoz, hogy élhessünk vele, szükségünk van arra, hogy mindenki, aki magyarnak született, az érezze kötelességének, hogy magyar legyen. A következőkben néhány részletet olvasnék fel. Mit tanulunk mi a magyar történelemben? Mit tanultunk, és nem sokat változott, tanulunk most is. És azért mutatom be, hogy ez mindig az éremnek csak az egyik oldala. Az igazság az más. A féligazság néha veszedelmesebb, mint a teljes hazugság, mert az ember érzi, hogy ez igaz, igaz, csak így. Magában így nem elég igaz, és azért megtévesztően rossz. Az, hogy mi úri nemzet vagyunk, ez a mi könyveinkre és megnyilatkozásainkra vezethető vissza. Ennek mi volt a következménye? A Párizs környéki, a trianoni béketárgyalásokon egy francia föláll, és azt mondta, hát föl kell osztani Magyarországot, de trianoni Magyarországot sem kell hagyni. Nincs magyar nép, csak magyar urak vannak. A nép az olá, az román, a szerb, a szlovák, német, és így tovább. Honnan veszi? Ő nem idézi, de Verbőcitől veheti. A nemesek az a magyarságnak 5%-át se tették ki. De ebből a szemléletből ezt a népességet, tehát a magyarság egy részét tekintve írnak a úgynevezett Horthy időszak történészei is, és ezek közül hadd említsek egyet, a Dér Józsefnek nevezettet, aki egyetemi tanár lett, utána elment Svájcba, 49-ben kitelepült, és ott hirdette, hogy mik vagyunk mi. Hát ez nem éppen a leghizelgőbb, de akkor ezt valahogy büszkén vallották. 1950-től Dér József már a Berni Egyetem professzora, és 1938-ban megjelent munkájában Pogány magyarság, Keresztény magyarság című könyvében ezt írja. A magyarság a vele született parazitikus gazdasági érzékével, mi ez a parazitikus? Élősködő, tehát a másokon élősködő. A magyarság a vele született parazitikus gazdasági érzékével beletanult ebbe a tőle alapjában véve idegen foglalkozásról, vagyis a megtelepedés után, honfoglalás után a földművelést megtanulja, és a gabonatermelésen kívül növény, majd délen a gyümölcstermelés, sőt a szőlőgazdaság fogalomkörével is megismerkedett, a bolgár törökök révén. Majd a harcos nomád uralkodó nép volt a magyar, azt folytatta, amit az avarság, mely a szélrózsa minden irányában a szláv népek gyűrűjével bástyázta körül magát, rájuk telepedett, gazdaságilag és katonailag kihasználta őket. Igaz, a magyar jobban megbecsülte a szlávok munkaerejét. Természetszerűen szelidebb és megértőbb gazdának bizonyult. De a rabszolgákat elsősorban a földművelésre használták. Tovább még a kalandozások, a nyugati hadjáratok, mert egészen a spanyol Kordobáig jutottak el, célja a rabszolgaszerzésen kívül és a rabláson kívül hatalmas összegekkel adózó országok hódoltsági gyűrűjének fenntartása volt. Így a nomádok, tessék figyelni, más népeken élősködő gazdasági rendszerének egyik legnagyobb szabású megnyilatkozása Európa történetében. Ő hirdette aztán Bernben, a Európa történetében ugyanezt a svájciaknak, meg a nemzetközi. Kétségtelen, hogy voltak
kalandozások. De ennek gondoljunk a Szent Galeni kalandra, ami egy följegyzés maradt, hogy egyáltalán nem kegyetlenkedtek. Gyors mozgásukkal meg tudták előzni a ránk törő, lassú mozgású nyugati hadseregeket, és ez nem volt kis dolog. Magyarság 3 évszázad alatt a honfoglalástól a 13. századig lélekszámban, gazdaságilag, politikailag és katonai erőben méltó ellenfele lett bármelyik európai országnak, és ez annak köszönhető, hogy nagyon sok oldalról, nagyon magas szinten művelték ezt a tájat, halastavaktól kezdve a gyümölcsösökig, amiről a későbbi írások is megemlékeznek, és azt írják, hogy a legtöbb hal Magyarországon van. Ilyen jó halak még Norvégiába se fognak, pedig ott a norvégek halat esznek kenyér helyett is. És ez mind mesterséges. A vízgazdálkodásra kialakított halastavakból át, ennek a nevéket is, helyüket is tudják. Össze is írták még a 18. században, több mint 1050 halastavat írt össze. Akkori, középkori, tehát Árpád-kori oklevelekből. Hát itt egy ragyogó, gyümölcsös kertes, halastavas kertészet volt ez az ország. Nem nomádok voltak, akik raboltak is. Földműves rabszolgákkal. Igen. A szlovákok, mikor megindulnak II. Világháború után, hogy önálló államukat kiszakítva ugye a felvidéken, azt mondják, hogy ők a nép, az urak voltak csak a magyarok. Tehát ami a párizsi konferencián is elhangzott. Benes dekrétum azon, hogy harcoljunk a magyar urak és csendőrök ellen, mert a nép a szlovák volt. És hallottam egy előadást Bécsről, bécsi adón, németül, Bécset méltatta. Ez a európai kultúra végvára, ez ellenállt a hunoknak, avaroknak, magyaroknak, töröknek, tatárnak, orosznak. Ide vagyunk besorolva. De hát 1995-ben most már ugye a népi szempontból, a népköztársaság, szocialista Magyarország hirdette, hogy a nép akaratát teljesíti. Meg is gondoltam, hogy ott az igazságot megírják, de nem. Nem írták meg a havasok felosztását sem, ami az urak érdekében történt. Még elfelejtettem mondani, mikor 1871-ben megalkotják ezt a törvényt, hogy felosztják a havasokat a földes urak között, és elveszik a közszékelyektől a legeltetési jogot. A román ifjúság és a bukaresti értelmiség összefog, megalapítják az Albina Balkot, ami minden olyan románnak, aki magyar földet vagy magyar ingatlant, házat vásárol, kamatmentes kölcsönt ad. 1903-ban, amikor Simon Péternek ez a könyve erről a úgynevezett arányosításról megjelent, akkor már több mint 60 fiók üzlete volt ennek a banknak Erdélyben. És mit ír az 1986-ban megjelent Erdély történet, amit a Magyar Tudományos Akadémia szerkesztett? És azt írja a jobbágy felszabadításról, hogy az 1848-49 jobbágy felszabadító törvények alapján minden jobbágy polgári tulajdonba kapta azt a telket, amit mint jobbágy birtokolt. De mivel a Székelyföldön nem volt sok jobbágy, ez az egész terület a románok kezére került. Van ebben logika? Itt valamit kitöröltek. Nem engedték megírni azt, hogy hogyan adták el, hogyan telepítették be a románokat a magyarulak. És ezt egy szocialista elnevezésű Magyar Tudományos Akadémia 1986-ban még így írja meg. Nem jut a rabló nagyurakon, akik ezek a fabárók a helyben így emlegetik a székelyek ezeket, akik megszerezték a havasokat, kiirtották az erdőket, és milliárdosok lettek, mert a fának óriási szeme volt nyugaton. Vitték az erdélyi fát. Amit nem faformájában, az hamuzsírnak kiégették, az egész angol üvegipar magyarországi hamuzsírra épült föl. De mit ír 1995-ben, már most már a fordulat éve után? A Magyarok krónikája.
ugyancsak a Magyar Tudományos Akadémia szerkesztésében. Esetleg idézhetnék mindjárt egy cseh forrást, amikor II. János Pál pápa szirültés metódot Kelet-Európa védőszentjének nevezte, ehhez egy Veszeli nevezetű cseh főpap, a Római Akadémia tanára, bevezető titulus, azt írja, a szirülés metód testvéreknek a kelet-európai térítését a magyarok akadályozták meg, akik rátörtek Közép-Európára, és mindenkit kiirtottak, hogy a helyükre telepedjenek. Hát nem igaz, ilyen nincs. Vagy az egyik igaz, hogy szlávokkal műveltettük meg a földet, vagy a másik igaz, hogy kiirtottuk őket. De akkor nekünk kellett volna megművelni a földet is. Ugye? Ezek ellentmondások, ezek a hazugságok egymás után. De mit ír 1995-ben a magyarok krónikája? Hasonlóan a többi nomád néphez, mármint a magyarok, a föld magán tulajdonának fogalmát sem ismerik. Sátorba laknak, számukra semminek, aminek a letelepült életmódhoz tartozik, nincs különösebb értéke. Az emberi élet értéke csekély, az ellenség teljes elpusztítása, gyermekek, anyák megölése is természetes velejárója harcnak. Semmiféle nyugati forrás nem tudja ezt megerősíteni. De ez úgy tetszik, hogy a harcos nép, amely nem törődik az élete. A steppe nomád életformája találkozott az évszázadok óta megtelepedett nyugat-európai szilárd faluközösségekben lakó népekkel, akik már kis vagyonkájukat gyűjtik, életkereteiket tervszerűen építik át. Az állandó közösségek együttélésé az erkölcs, a kereszténység, a tulajdon, a család, így a termelés biztonságát hirdette. Ez ütközött össze a vándorló, zsákmányoló, pogány nomádok értékrendjével. Pedig akkor már tudták, abban az évben volt ez az óriási kiállítás, ahol honfogláskori mellkereszteket, hatalmas nagy bronz keresztek ki voltak állítva. Dísznek voltak ezek? Ha már a nyelvészeti érveket nem hagyjuk. Az állandó közösségek együttélésének erkölcs a kereszténység, a tulajdon, a család. Ez ütközött össze a vándorló, zsákmányoló, pogány németek, nomádok értékrendjével. Persze a megtelepedéssel új kapcsolatszerveződési szokások alakultak ki, a nomád település viszonyokhoz összehasonlítva, mind gyakoribb a beszélvérintkezés, mert a nomádok azok nem beszélnek, azok ordítanak, mert ugye állandóan nyargalnak a lovakon. Az emberek több szót váltanak egymással, a nyelv maga is mind kifinultabbá lesz. Évszázadokra elnyúló átalakulás kezdődik meg az életmód területén. A köznapi emberek lovagláshoz évszázadok alatt idomult karika lába természetesen generációkon át tudott csak hozzászokni az eke utáni egyenes járáshoz. Magyar Tudományos Akadémia a magyar honfoglalókról. Igen, harcos, nomád, uralkodó nép. És ebben a szellemben, Verbőci szellemében, ugye, valóban külföldi írók, akik magyar történelmet csak megszagolják, megírják, hogy ekkora ellentét úr és paraszt, földbirtokos és jobbágy között sehol sincs Európában. Döbbenetes. Berzsenyi, aki maga is nemes, az is írja, hogy méltatlan és embertelen, ahogy egy beképzelt kisnemes kis birtokával dicsekszik és a jobbágyot megveti. Letegezi, és ő a bírája is, nincs független bíróság, a földes úr a bírája a jobbágyának is, és így tovább. Vajon megváltozott ez? Megbecsüljük-e a magyar népköltészet után a magyar parasztot? 1945-ig semmiféle igazi, szociális, kiegyenlítődés, segítés nem volt. A jobbágy felszabadításkor csak akkor jobbágytelket is használó jobbágyok kapnak földet tulajdonba. Azok a zselérek, amik a régi faluközösségbe 10-15-20 évenként újraosztottva földdel esetleg jobbágyként szerepelhettek a következő összeírásban. Én a szekszárdi, a pécsi kalocsai levéltárban kutatgattam ezt,
Ugyanabban a faluban egymás után több összeírást összehasonlítottam családonként. És az egyik összeírásban jobbágyként szerepel, jobbágytelekkel, ami akkor 20-25 hold volt. A másik összeírásban zsellér, ami azt jelenti, hogy nincs jobbágytelke, de a közösen használt erdőt, legelőt, halastavat, stb. Használhatja. Aztán megy a következő összeírásban nyilván gyerekei fölnőttek, merte vállalni, megint jobbágyként szerepel. Tehát a falusi fölközösség az demokratikus volt. De a jobbágy felszabadításkor csak azok kaptak földet, akik éppen földet birtokoltak. És akkor születik meg ugye a 3 millió koldus országa, akik azért megéltek. Nem utolsó sorban azokon az árterületeken, amit tervszerűen használtak, egy csodálatos vízgazdálkodással, amit még máig nem fogadott el mindenki. Egyre több cikk jelenik és könyv jelenik meg, már hajlanak rá még az akadémikusok között is sokan. Ez egy olyan virágzást hozott itt, olyan mennyiségű terményt hozottam emberi táplálkozásra, és olyan minőségűt, amit azóta sem. Igen, ezek tények. Ma Magyarországon hivatalos statisztikák szerint egy főre átszámítva a legkevesebb halat és a legkevesebb gyümölcsöt esszük. A 13. 11. században Magyarországról készült leírások beléve olá Miklósnak aki Német-Alföldre kísérte Mária királynőt, annak is van egy Hungária, egy Magyarország leírása. Állandóan arról beszél, hogy ilyen gyümölcs, ilyen mennyiségű és jó hal sehol a világon nincsen, csak Magyarországon. És ezeken a területeken aztán, mikor szabályozzák a folyókat, átkergetik ezt a vizet, ami akkor szétterült és megtermékenyült, és öntözte ezt az egész Alföldet, ez most beleszalad a Fekete-tengerbe. Egy Olaj János nevezetű egyetemi tanár, Szarvas Egyetem már kiszámította, hogy minden esztendőben a megrövidített és gyorsfolyású Tiszában több ezer tonna műtrágyának megfelelő iszap, termőföld, humusz megy a Fekete-tengerbe, ami azelőtt itt szétterült és megöntözte és megtermékenyítette az Alföldet. Ez szűnik meg a vízrendezésekkel. De ennek a társadalmi orlala. Ekkor születik meg a 3 millió koldus és a 1,5 millió, aki kitántorog Európából Amerikába. Ha csak ezek itt vannak a trianoni időben, akkor ugyanazt csinálhattuk volna, mint Kemal Atatürk, akinek az országát ugyanúgy felosztották volna, mint Trianont Magyarországon, de ott azt mondta, hogy nem. És szembeszállt a győztes hatalmakkal. Miért? Magyarországon is. Kerczaszomoron és Sopronban, és itt Felvidék szélén, nem Széchény fölötte, Balassagyarmaton. Összefogtak, és azt mondták, nem. És ma is magyar Balassagyarmat, és Kerczaszomor is magyar, és Sopron is magyar. Ha mi összefogtuk, akkor lehetetlenek volt, lett volna legyőzni minket. De hát hiányzottak. Hiányzottak a korosztályok. Hát fiatal emberek mentek ki. És az kiegyezés az nem volt a magyarság javára. A hadsereg az teljesen osztrák beállítóság volt. A honvéd ezredek eltörpültek, a közös hadsereg. Ennek az egységei mellett. De ahol baj volt, oda mindig a magyarokat vitték. Még Verdunnál a német, francia frontra is székelyeket vittek, ha el akarták foglalni a szemben lévő állásokat. A magyarságot ez a széthúzás tényleg megosztja nagyon. De azt is hozzá kell tenni, hogy egyénileg, aki állást foglal a magyarsága mellett, az hős. Igenis, 56-ban is voltak gyerekhősök, hiába próbálják ezt lekicsinyíteni. Az nem kaland és nem buli volt, hogyha egy 14 éves, 15 éves gyerek látván, hogy társait megsemmisíti ez a tank, saját magára kötött kézgránátokkal a talp alá ugrott és megsemmisítette a tankot. A magyarság hazaszeretete, szabadság szeretete, egyenként, minden emberben, egyéni döntés alapjában, nem a tömeg dönti el, de a tömeg mégsem hajlandó bosszúra, vérengzésre, ahogy
november 3-án Mindszenti beszédében is elhangzott, nem bosszút akarunk állni, szabadok akarunk lenni. Professzor. Miniszter úr, kedves barátom, szeretném javasolni, hogy az iskolában tanítsák, tegyék kötelezővé Sajó Sándornak a versét. Magyarnak lenni, tudod, mit jelent? El kell kezdeni már kiskorba, hogy ez egyéniségüket kialakítsa. És ez azt hiszem, hogy nagyon sokat jelentene a jövő szempontjából. Igen. Hát ez a tanácskozás, ami a múlt héten volt, pénteken és szombaton, ez erről szólt, hogy milyen lelkesen tanulnak kis iskolákban, Tatán, Gödön, Nádudvaron, stb. A gyerekek magyar népdalokat, magyar játékokat, magyar népszokásokat. Mennyire élvezik azt, hogy ők magyarok. És ezt itt a most itteni pécsi besti iskolákban hol keresünk? Énekkel, tánccal, költészettel, a művészettel, ami arról szól, azért ered, azért van művészet, mert a szeretetet közvetíteni kell. Nem elég valakit szeretni elméletben, azt ki kell mutatni, azt szírogatni kell, annak dúdolni kell, annak segíteni kell. Akkor közlöm a szeretetet. A szeretet parancs, nem érzelem, csak. És akkor megszeretik egymást a gyerekek. És hogyha az édesanyja nem csak szoptatja és tisztába teszi a gyereket, és akkor ülteti a tévé elé, hanem duccolja, játszik vele, akkor kialakul egy olyan szeretett kapcsolat, ami öröklődik a társakra, a házastársra, a kisközösségre és a nemzetre is. A szeretett kapcsolatok egymásra épülnek. Ahol nincs elég anya-gyermek szeretet, ott nem lesz elég házastársi szeretet, és nem lesz elég hazaszeretet sem. Márpedig tudományos vizsgálatok bizonyítják, hogy a szeretet az szükséglet. Szeretet nélkül az ember elmagányosodik, szorong, és mindenféle betegségnek jobban ki van téve. Ezt feketén-fehéren megírt ez a Kopp Mária, az Orvos Tudomány Egyetem professzora, világhírű könyve lett ez. Statisztikai adatokkal mutatja ki, hogy mennyire betegebb a magyar társadalom, mert szétaprózott, mert kevés a közössége. És a közösség megoldja. És hivatkozik egy amerikai vizsgálatra, vizsgálták az Amerikába kivándorolt japánokat. Két csoportra lehet őket osztani. Az egyik része az a japán, aki Amerikába jöve, amerikai polgár akar lenni, csak amerikusul beszél, amerikus a felesége, gyerekei is csak amerikusul tudnak. Nagyon jó. Érvényesülnek, milliárdosok is lesznek. Van egy másik csoport, amelyik otthon is még japánul beszél, megtűlti a szokásokat, csak japán nőt veszel feleségül, japánul tanítja a gyerekeit. Ezek szegényebbek. De összességében több ezer ember vizsgálat után ez a csoport átlagosan 5-10 évvel tovább él. A szeretet és a közlése életszükséglet. Mi nem csak a nemzetért kiabálunk és harcolunk azért, hogy tanuljanak játékot, éneket, szokásokat, hogy a nemzet fönnmaradjon, hiszen megfogalmazza Kodály Zoltán. Itt vagyunk két világ határán. Egyik kezünket még a Cseremisz, a Votják, a Baskír fogja. Másik kezünket Bach és Palestrina és Beethoven. Mikor lesz, tudjuk ezt egyesíteni? Mert ha nem tudjuk egyesíteni, el fogunk pusztulni. Mint nemzet. De ha nem tudjuk egyesíteni, és nem tudjuk visszaadni a teremtés, szeretet, örömét a művészetekkel, akkor az egyén is beteg lesz, szorongó, depressziós, egész élete boldogtalan. A nemzeti érzés az szükséglet. Hogy mi, magyarok, akkor vagyunk igazán csak azok, ezt a lehetőséget akkor használjuk ki, ezt az ajándékot továbbadjuk a fiataloknak. Köszönöm szépen!